Tojásfestés, barkaágak és húsvéti ajándékok mindenhol. Családi húsvétváró délután tartott Újpest Szociális Intézménye a VECO program keretében, még virágvasárnap előtt. Újpest önkormányzatának szociális intézménye a városrehabilitációs projektnek keretében több családi napot, eseményt is tart a rászorulóknak, illetve családoknak, akik itt élnek, vagy éppen az akcióterület közelében élnek, ami ugye rehabilitálásra került a városkapunál. És ezek az eseményeken főleg ugye családcentrikus programokat, tehát olyan programokat, ahol a gyerekek kézműves foglalkozáson vehetnek részt, és a szülők is kapnak valami fontos adott esetben adományt, vagy éppen olyan információkat, tájékoztatást, ami hozzájárulhat ahhoz, hogy megfelelő körülmények között töltsék el az ünnepeket, illetve egy-egy ünnepkört, vagy most éppen ugye a húsvétot. A Szent József plébánia is szervezője volt a kedves délutáni programnak, ahol a barkaág fontos szerepet kapott. Jelenleg kézműveskedéssel, adományosztással, előadó is jött népmese mondással, és szeretnénk egy pasztorális programot is bemutatni. A húsvéti ünnepkörnek a liturgiájáról beszélgetünk az emberekkel. Ezen a héten vasárnap lesz a virágvasárnap, ezért ekkor vonult be Jézus Jeruzsálembe, és az emberek ünnepélyesen fogadták, és ennek az megünneplését úgy szoktuk, hogy barkával és ágakkal köszöntötték Jézust, ezt mutatjuk, illetve behozzuk már magát a húsvétot, tehát tojást festünk, tehát a világibb szimbólumok is megjelennek. Ruszkai Zsolt arra is kitért, a felzárkózni igyekvő embereknek a téllel egy nehéz időszak ér véget. Így számukra a húsvét több egy ünnepnél. A húsvét az ugye jellemzően magának a tavasznak, ugye feltámadásnak az ünnepe is, ilyen értelemben maga az ünnepkő is arról szól, hogy ugye vége van egy nehéz időszaknak a télnek, jön a tavasz, nyilván körülöttünk most már a világok zöldel, minden fa, és azért ez megkönnyíti már a családok életét. Az igazi nehézségek, én azt gondolom, hogy télen néznek szembe a hátrányos helyzetű családok, amikor ki kell gazdálkodniuk a fűtést, valahogy meg kell oldani a megfelelő hőmérsékletet a lakásba, vagy éppen az étkezés, de nyilvánvalóan minden ünnepkör a hátrányos helyzetű családok esetében egy plusz megterhelés, hogyha úgy tetszik olyan értelemben, hogyha ugyanezeket a körülményeket, mint mások, elő szeretnék állítani a gyermekeknek az asztalra tenni, az nekik dupla erőfeszítés, és ebben az értelemben segítségre van szükségük, és nekik plusz megterhelés az, hogy a sonkát, az asztalt ugyanúgy megterítsék. A résztvevők nagy lelkesedéssel vetették bele magukat a programokba, meghallgathattak egy előadást is a húsvét jelentőségéről, és szívesen vették az ajándékokat, amelyek mindig nagy segítséget jelentenek számukra.